kapaszkodjatok meg, mert pizzát fogunk csinálni. Hát, én nem tudok pizzát csinálni. De muszáj lesz, mert ez most egy olyan fajta map. Tudom, hogy nem volt állít rajta, de muszáj lesz megpróbálni. Ez sajtos pizza? Nem tudom, de izé. Nem akarom egyedül nyújtani a tésztát, szóval értek. Tani a tésztát, hülye vagy, nem tudok tésztát nyújtani. Vagy se dagasztani, nem akarom egyedül, se több. Én nem üdélyes vagyok. Akkor gyere fel. Csatlakozz rám, az gyere fel. Itt van, kész a pizza. Ez nem az, ez valami más. Mi az, hogy más? Hát, hogy a másik. Közben benyomtam, hogy hello, hello. Hello. Scriptem ezeket. Most megnézhetjük ezt a mappot is, hogy mi hol hány méter. Ó, már ide van készítve nekünk minden. Ott vannak a dobozokban minden hozzád. Na, hogy nem? Paradicsom, paprika, uborka. Ó, még fa ventilátoránk is vannak. Ó, de király. Deszka. Deszka venti. Mi az, hogy össze van szemetelve? Hallod? Én felvettem valamilyen sajtszeletet, pizzavágot. Ülcse! Nukleáris bomba. Hát akkor ott keressük a szemetet, farkas. Tojás. Ott van a sok szemét alatta, he! Mindegyik szétdobálj! Az igen, milyen szemetek van neki. Hát mondjuk tényleg elég nagy zsúha. Hol a többi? WC-ben van szemét? Van, felvettem. Jó ez a... menü. Csak a zene idegesítő, nem? Mi vagyunk az alkalmazottak, mi nem kérhet. Nem, vevők vagyunk, te csávó. Mi vagyunk az alkalmazottak. Ah, jönnek a vásárlók. Először is a vásárló, nem rohangál a konyha. Üdvözölhetjük önöket? Jó napot kívánok, éget bérleteket kérném fel. Júj, az meglökdöste. Itt lett bácsi is, meg is szépen a helyzet. Ennek a csajnak két farka van. Ha egyet össze tudom gerebiezni. Az hogy megy ez a csaj, te? De ezt rákészül a leülésre, nem? Ülj le! Ú, még vakarja a fejét. Ülj már le! A fülét. De már! De már! Jó étvágyat kívánunk majd előre is az ételekhez. Még meg se sütöttük a pizzát, hagyjatok! Mit kell az asztal tetején? Na, gyerünk, süssük meg a pizzát, jó? Nem tudom, hogy kell. Azt érsed, hogy itt egy telefon. Na most már végre esznek a vendégek. Kapcsoljuk van. Tudtam a gáztűzhet. Na. Ember. Gyere már ide, nézd csak az egész izét burkolja a fejébe fele. Honnan került elő pizza? Nem is csináltuk pizzát. Hoztak magukkal, nem? Idálok. Engem szelfizé. Én is ideállok. Mit néz az? Valamit néz. Photoshoppol, nem? Nem, selfizik a pizzával. Hát ezt nézd már meg, farkak. Jaj. A zsiráf meg... A zsiráf megirigyelni ezt a nyakat. Insert coins to continue. Mi ez? Az igen. Kajába beleáll az meg. Azt hogy merted idehozni? A McDonald's-os menü honnan van egy pizzéri? Szabbi Cummings. Jó, hát a sütők már be vannak izzítva. Most gyújtottam be. Begyújtottál? Bomb. Hát én vagyok a konyhás alkalmazott, úgyhogy... Te vagy, aki begyújt. Ó, itt van egy radar. Pizzázó, tehát egy radar szokott lenni, nem? Én is forgok a radarra, ezt figyelj. Ez nem antenna a televíziónak? Az nem forog. Ja. De lehet automatikus. Akkor menjünk, nézzük meg a többi dolgot. Csű! Dig. Az igen, he! Mesterlövész puska egy pizzázó tetején. Meg kell védeni... Au! Meg kell védeni a pizzázót. Mm-hmm. Ó, gyere vissza! Gyere vissza! Ezt figyeld, ott mi van. Búzatábla. Azt nem nevezném búzatáblának. Azok búzadarabok, igen. Termés. Termés. A főnök mindjárt megjelenik, az nem lesz túlzottan boldog, mert kint rohangálnak az alkalmazottja. Megnézed a pizzájukat? Meg hát, te is kapd be egyet, nagyon finom. Nem, nem rossz, nem rossz. De még sülhetett volna. Egy kicsit, ja. Na, oké, akkor bontsuk ki a dobozokat, ebben van a pizza alapanyag, mint paradicsom, uborka. Hogy lehet, hogy kibontani, hogy ütögeted? Hát, nekem ez egy bontó, nem?
Nem tudom, az ilyen pizza szeletelőnek nézem. Na, az ki? Rózsaszín macska. Enni akarok egy pizzát? Középen van egy asztal, nincs hozzá szék. Hát lehet teás asztal, nem? Hát ez gruppenezik, azért van ekkora ágya. Teás asztal. TV. Nem is megy. Nem is megy a tévé. De ő fogja rendelni pizzát, mi? Felül meg egy aura. Szék! Egy szék nincs ebbe a szobába. Na lehet teás asztal. Azt eltette a székeket. Teás asztal, mert mellé kell ülni a földre, igen. Törökülésbe. Fog hívni minket. Rendelni fog pizzát. Ezt egy darab pizzát nem csináltunk már. Kezdjük már csinálni pizzát. Ez mi? De amíg a főnök nem mondja, addig nem csináltunk semmit. És hol a főnök? Várj, eltűnt a főnök. Főnök! Tulajdonos, itt van. Ott van, hol? Itt van, a dobozokat nézi. Felügyeli. Számolja. Van a... Owner! Hát tulajdonos. Üzletvezető. Á, gyere csak ide, itt van egy hiba. Most csörög. Jajjaj. Főnök! Főnök, kapás van! Főnök! Főnök, vegye már fel, magát keresik az adócsalás miatt. Nem az adócsalás. Nem bírok ugrálni. Beszorultam. Nem tudsz mozogni? Beszorultam. Nem tudsz mozogni? Amúgy... Beszorultam a wifi elbe. Na, megváltozott a még szarabb zenévé. Hűha. Gyerünk, Lisztér! Lehetem egy pisztolyt. Stoj! Milyen béna az a pisztoly? Whatever, pisztoly, gyerünk. Gyere, Szabika. Miért kell pisztoly a Liszthez? Gyerünk. Nem tudom. Azt leesik. Nem, mert nem látta a létrát, mert el volt dugva. Mondjuk én is leestem. Na, gyerünk. Ez a Liszt? Liszt, raktár. Akkor jó helyt vagyunk. Itt a Liszt. Ó, jó van. A kicsit zsizsikes a Liszt. Hogy mi van ezzel te? Nem tudom. Tak a Liszttevő manók, nem tudom. Lelőd már a zsizsik izé. Nem én voltam. Valaki lelőtte a kék zsizsiket. A kék zsizsiket nem szabad lelőni. Mondom, hogy zsizsik. Még a főnök is azt mondja. Marha marhi. Milyen pizzázó ez, de komolyan? Hát, hogy meg van fertőződve a Liszt. Ezek erős zsizsikek. Nem csoda, hogy megették a Lisztet. Tele van a Liszt rákkal. Rákos lett a Liszt? Hogy mi a... Aha, lehet. De ez így gáz, mert nem lesz Liszt, a főnök ideges lesz, per szomorú. Lisztnek a fele a rákból áll. Elhagyó betegségek vannak a Lisztnél. Rákos Liszt. Olyan betegségek vannak. Rákával. Azt mondja, a Lisztnél olyan nagy betegségek vannak, hogy jöjjön. Hogy... Az igen. Olyan betegségek vannak, hogy ezt a megeszed, azt rosszat álmodol. Az... Örülsz, annyival megúsztad. Hallod itt mennyi rák van a Lisztbe? Hát ez rendesen... Rákos Liszt. Lisztes rák. Rák Liszt. Kérem, a főnök is így mondta, kérem hozzon fel egy kis rák Lisztet. Vigyázz, mert ez a Rákos Liszt harap. Várjál, mert megeszik téged, megeszik. Jaj, vigyázz. Itt mekkora zsizsik van! Antizsik. Mi az Istenem ez, he? Mit keres ez a pizzázóba? Fel kéne jelenteni. Anti-zsizsik lőszert betölteni. Jó, ez felépít a zsizsik! Én már bánom, hogy ide eljöttem dolgozni, farkas. Fú, fölrobbant. Biztos robot zsizsik volt. Én bánom, hogy ide eljöttem dolgozni. Na, milyen pizzázó volt? Én a hát. Izgalmas! Pizzát akartál mondani? Természetesen. Mini szörnyek. Szörnyliszt. Ha nem rákliszt. Rákliszt. Meg hát szörny. Ez meg zsizsik már, hát... Mutáns zsizsik. Na jó, jó, rendben van, mert ez azért fejlődött akkorára, mert régóta nem járt lenn senki a lisztraktárba, és itt faltól falig liszt volt. Tudhattam volna, hogy inkább a KFC-be kellene munkát vállalnunk nyára. Csirke ott meg, mutáns csirkék vannak. Azt mondja, hogy elpusztítottuk őket. De menjünk föl, mert nincs liszt, mert megették a zsizsikeket. De még szükségünk van lisztre, azt mondja. Akkor mi nem jöttünk le? Hát, hogy fölvigyük a lisztet, a főnök nem tudta, hogy zsizsikes a liszt. Most kell mennünk a Buzaföldre. Akár. Megyünk kapálni.
Jó, és hogy kell kivenni a liszt magukat a búzából? Törd össze a pizza szeletelővel. Pizza szeletelővel. Hát megpróbálhatjuk. Most nem tudhatod. Na gyerünk, mi vagyunk most a gazdák. Gazdák. Igen. Hogy kell kiszedni a magot a búzából? Hát nézd csak, de ez törhető hangja van. És de össze is törik. Ez nem is. De komoly. Te hallod, ez gyanús ez a liszt nekem. Ez. Na, egyezünk meg abban, hogy mindenki csinál egy sort. Egy táblát. Egy sort? Nem is látok logikát az ültetésben. Hát ez csak úgy van, meg hogyha összetöröd, akkor ilyen deszka darabok hullanak le. Értem, miért törik össze a búza úgy, hogy deszka jön belőle? Hát én nem tudom. De mindegy, a lényeg, hogy gazdák lettünk, meg kell művelni a földet. Földet ne kelljen már megművelni. Nekem bőven elég, hogy a fa búzát összeszedem, amit nem tudom. Rákliszt. Várjál, még mindig nem értem, hogy összetöröm a búza szárakat, hogy lesz búzám? De lényeg, hogy nem rákos. Igaz, nem kell harcolni a többiekkel. Lényeg... Itt is jönnek rákok? Nem. De lényeg, hogy a talaj nem rákos. Nem ráktól... Mi meggyőző az, hogy nem? Hát nem ráktól szennyezett. Rák szennyezett. 20%. 20%. Vagy minél többet kivágunk, annál több rák jön majd elő a földön. Nem, hanem egy ilyen rákhőmérőt bele kell tenni, és attól függ, hogy milyen magasra megy. Milyen vagy, bazdmeg? Mi az, hogy rákhőmérő? Én nem tudom. Nincs hát, ilyen rákhőmérő, hagyd. Beledugod a földbe, és az mutatja ki, hogy mennyire rákos a talaj. Rákosodási százalék, nem? Rákos ilyek százalék. Ó, ez hogy került ide? Nem tudom, szerintem összeszedtük automatikusan. Na várjál már, akkor megyek ide, berakom ide. Na várjon, farkasgazda, hozom a maradékot. Maradékot? Már még ezt sem tudom, hogy kell beletenni. Csak ellenőrizte a ládákat, hogy nincs benne rák? Állj! Nincs benne rák, kékizítjön a lötyög. Viszont kell bekapcsolni. Dugja be a rák hőmérőt. Mikrohullámú sütő! Rákgép! Eltűnt! De még a láda is. Ellopták! Földagaszt a ládát. Ládát is földagaszt. Hát a ládát is majd beledagasztjuk a pizzába. Max annyi baj. Annyi baj legyen. Ez nem vicces. A vevő nem lesz hálátlan. Lehet, hogy egy kis rákot fog érezni. Hát lesz. Lehet, hogy egy kis... A vevő nem lesz hálátlan. A láda! Mert a búzát értem, hogy kiszorja, oké. A ládalva tűnik. Na. Megint eltűnik a láda. Na tolja be az utolsó farkasgazda. Nem én tolom be, van segédem. Most tolom... Most ér... De... Ja, itt a lisztünk! De ez csak így simán a földre. Így megint nem jó. Lehet. Hogy visszük be a lisztet? Lisztet? Igen. A lisztet, igen, ez liszt, igen. Rákliszt. Mert mindig megy a gép, várja. Azt írja, hogy szükségünk van sajtra a sajtraktárból. Engem nem lehet. Csisztorics. Akkor gyerünk sajtra. Hagyja, kell menni? Szerintem a ráklisztgépet gépet ott hagyhatjuk. Ez nem volt ráklist, ez sima faliszt volt. Most menni piros a lámpa. Ja, végül is. Szakfajtok. De autóforgalmat nem nagyon láttam szerencsére, itt mindenki gyalogja. Akkor minek az utca, mindegy. Azt tudom, hol a lisztraktár, de hol van a sajtraktár? Nézzük meg az alaksorba, nem? Itt van. A sajtraktár. Ne hagyják az ajtót nyitva, azt írja. Valaki kinyitotta. Na? Kinyitotta ki. Ez nagyon büdös, azt írja. Szörnyen büdös. Szörnyű szaga van. A sajtnak. Bocsánat, én voltam. De nem... Ez mi az van? Nukleáris sajt? Partafrú. Ráksajt. Kell elhozni a raktár belső részét. Ráksajt. De fáj, amikor belemegyek a büdösbe. Tényleg? Sebez a büdös? Ez olyan büdös, hogy Az igen. Mondom, sebez a büdös! Jó, nincs akkor gondolom kerülgetni kell a büdöst itt, nem? Nem tudom. De eltűnik a büdös! Akkor át szabad szaladni, akkor eltűnik a büdös? Mozog a büdös. Hol? Ne éleszt. Nem feszítlek. De most nincs büdös, gyertek hátra!
megvárod, amíg lesz büdös, eltűnik, és utána szabad szaladni. Itt egy büdös sajt, ez nem jó? Az nem az, a zöld sajtot kell elhozni. Sajthoz nem lehet sárga sajtot használni. Vigyázz, mert a büdös feléd jön. Felé? Mi? Szabi, menjél, én meg tekerem tovább. Hát meghalt, én lesz újra! Jaj, ne! Eltört. Több mint tátok volt. Okay. Na megpróbálom én. Farkas, ha feléd jön a büdös, akkor menj el onnan. Ne, kell innen szaladni. És ki van nyitva teljesen, lassan megy vissza az ajtó. És amikor a büdös elmegy, akkor visszamegyek. Nem ilyen egyszer. Ott a büdös, így van. Ráugrottam a büdös sajtra és meghalok, tiszta logikás. Mert megöl a bűz, azért. Hogy tud megölni? Mert olyan erős a büdös. Mindegy, megpróbálom még egyszer, lehet, hogy most már ismerem a kombinációt. Tudom, hogy működik a büdös. Bemegy az orrodba és megőrülsz. Ajtó nyitva, na, gyertek. Hát várjon. Szerintem most sikerülni fog. Csak, igen, mert teljesen van az ajtó és várom a büdöst. Hát itt is mozog a büdös, az a baj. A büdös. Ó, oh, ne! Itt fix büdös van. Á. Csak ki kell kerülnem, azt ennyi relatív egyszerű dolgom van. Na megpróbálom még egyszer. Ó, oh, nem áll. Ó! Oh. És akkor jön oda a büdös, öcsém. Megvan. Valami nem jó. De megpróbálom még egyszer. Na, majdnem ott vagyok. Ááá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 
kész, de büdös. Nem szeretem a büdöst. Jaj, nem. Csak kapaszkodj egy csőt, aztán olyan büdös. De miért büdös sajtot használ? Miért nem a finomat? Ha, a ja. Rosszabbul olvad, nem baj? Hát mert limburgi. Mi az, hogy limburgi? Hát az a limburgi sajt, a büdös sajt. Hát azért van más sajt is, ami büdös. Ja. Na, ajtót nyitva tartom. Áááá. Sárkány gondol maga nagyon fejmadó. Nem tudom, a születelés jobban ment, mint a büdös kerülés. A büdös ja. Nem egyszerű elkerülni. Felt rákos a sajt. Nem. De hogy rákos. Rák sajt. Jön most, de akkor én megvállak, hogy adjál HP-t, mert... Jó, jövök, várja. Magad... Az a... Kempel a büdös, az a baj. Nem, hallod? Kempel a büdös. Figyelj, már. Na most. Hát szerintem itt kéne megvárni, hogy elmenjen. Au, au, au! Ha itt elment, amúgy csak hát... Na próbáld, szerintem bal oldalt el tudsz mellette sasszézni, nem? Elment, igen, csak itt haltam meg az előbb is. Farkas, hogy az a tartson itt van. Ó, nem ám. Egy centit mentem előre, és már meghaltam. Kis HP-t adom, mert már itt menstruálok. Köszi. Már ott is a életre inkarnáció. Ha most erre. Igen, és itt állj meg. Itt. Állok. Erre. Igen. És akkor innen még el kell tűnnie. Igen. A bűznek. Ó, vigyázz. Na farkas gazda, most nyissa ki. Ó. Megvan. Sikerült. Végre elértük a nukleáris büdös sajtot. A nukleáris büdös. Hát de nem úgy gőzölök, mint a nukleáris. Na most kell a kaja, a feltétek. Pizza készítéses. Ajajajajajaj! Mi a? A hentest megtámadták. Mi a? Vérkutyák támadták meg a hentest. Ez már komoly. Ez már, ja, azt írja. Nikuje. Megtámadják a... Hentest megtámadták. Ott kutyák. Milyen kutyák ezek? Kutyák. Jajaj, még zöldség. A zöldségest is. Látok, nem te. Jó, zöldség sok, akkor megyek a henteshez. Megölt a büdös? Meg. Nem bírtam kijönni. Nem jó volt a gázálarc? Egyáltalán nem volt semmiféle gázálarc. Itt szalad a zöldséges. Maga hova szalad? Fél a goborkutyáktól. Milyen kutyák? Nézzétek már még milyen arc van rajta. Arc van a kutyán? Nézzétek meg. Jó, de hülye néz ki. Kicsit föl van nitrózva. Hát ja.
Te, megölt a kutya! Kóbor kutya! Te azt, hogy kóbor kutya, na hagyjad már! Hát stray dog! Rancot kóbor, csak úgy hívják, hogy kóbor kutya, de ez egy mutáns szörny. Miféle kutyák vannak itt a pizzázónál? Nem, az zöldségesnél van, meg a rendes. De az a pizzázóhoz is közel, szóval kétszer is meggondolom, hogy eljövök ide pizzát enni. Nem rákosok ezek a kutyák? Ezt nem tudom, de ilyen nagy... Én remélem nem. Nagyon-nagyon közel kell lőni, akkor hatékony a fegyver. Gyorsan jönnek rám. Ha vettem észre. De leszedi a HP-ma. Gyere, adok. Nem kell. Még van 70. Jó. Ó, még van segítségük! Hát ki kellett volna hozni a többieket! Na mondja! A fegyver! Hozzam ki őket! A többieket hozzok ki! Kihozom! Meggazda, hát csak egy jött itt nekünk segíteni! Hozom őket! Az meg kevés, mint a Windows 10 update! Beszólok hátra a konyhára! Ideje lenne! Ó, 13 életem van! Maci, kérek hírt! Gyere a pulsza! Eljöttek a pizzázóig a kutyák! Nem jó. Szólj tőlnek engem is mindjárt. Nem maradt már HP-m, azt fölrobbantott a kutya. Milyen támadás ez a kutyánál amúgy? Én hanghullám, vagy mi ez? Nem tudom, nagyon erős. A gyomruk merélyesek, és a gyomruk berezonál. Berezonál a gyomruk. Na, hozok néhány pizzás gyereket. Ideje lenne. Senki nincs a konyhába hátul. De most már jöttek a pizzázóból. Ja. Itt a felmentő sereg. Nehéz géppuskával. Dug. Jó lesz ez. Ja, a főnök is kijött. Már a főnök is itt van, akkor már nagy baj van. Kifogyott a tár. Még egy maradt. Itt a hentesnél még van négy, milyen egy? Hát ami rádott az egy. A francba! Na hon van még? Ott vannak a szabadidőparkba. Még itt van szabadidőpark? Hát olyasmi. Nek nézem. Na már itt a főnök is össze-vissza rohangál. Mi van itt hátul a izékkel? Kutyákkal akkor ezeket elintéztük? El a francot! Dehogy, még itt vannak. Megölik a hentest, hú! Jaj, nem megölik a hentest! Aha! A hentest, akire mindig finomokat ettem! Na most, itt van minden, de tényleg meg kell csinálni. Készítsük el a pizzát, gyerünk!